A levéltári napok ötlete 10 éve Magyarországon fogalmazódott meg, mivel ott minden évben találkoznak a levéltárosok egy vándorgyűlésen. Kiadványokat és tapasztalatokat cserélnek, illetve megvitatják az esetleges problémákat. A belföldi levéltárakkal is nagyon ritkán találkozunk, tehát a mi napi munkánk az irodához kötődik, és ritkán mozdulunk ki az irodánkból, és ezért nagyon fontos, hogy találkozzunk. De hát mivel Szabadka egy különleges város, ugye 3 hivatalos nyelvvel, mindig igyekszünk nemzetközivé tenni. A rendezvényre Horvátországból és Magyarországról is érkeztek levéltárosok. Mi már a kezdetétől, tehát 10 évvel ezelőtt itt voltunk, én személyesen is itt voltam, fővárosi levéltár képviseletében, és előadást is tartottam, és azóta minden évben, vagy én személyesen, vagy valamelyik kollégám részt vesz a rendezvényen, és mindig tartunk is előadást, mert a Szabadkai Levéltár és Budapest Főváros Levéltárának a kapcsolata az már évtizedes múltra tekinthet vissza, tehát nagyon jó szakmai és baráti kapcsolatot ápol a két intézmény. A rendezvényen különböző beszámolók hangzottak el a levéltárak működéséről. A Szabadkai Történelmi Levéltár 70 éves fennállását ünnepli ebben az évben. Ez alkalomból kiadták a Mi 70 évünk című 4 nyelvű könyvet, sőt egy elismerő emlékérmet is létrehoztak, amit Ulmer Gáspárról neveztek el. Apró Erzsébet nyugalmazott levéltári tanácsos és a helyi egészségvédelem fejlődésének kutatói, dr. Emil Libman és dr. Csúszó Dezső kapták meg az elismerést.